Sokat agyalok azon az elmúlt mérkőzések tükrében, hogy vajon mitől működik a nyíregyházi labdarúgás, és mitől nem a debreceni. Hát ez a videó erről fog szólni a saját szempontjaim alapján. Nem feledkeztem meg ismét a kötelező részekről. Akinek tetszenek ezek a tartalmak a csatornánkon, az kérem, iratkozzon föl, lájkolja vagy ossza meg, illetve, hogyha van lehetősége és kedve, meg is támogathat bennünket a leírásban található bankszámla számon keresztül, vagy a szuperköszönet segítségével. Minden eddigi támogatást és minden ezutáni támogatást is nagyon megköszönünk. Nem kell attól tartani, hogy én most ilyen sportszakmai összehasonlításokba megyek bele, az én a labdarúgás megközelítésem mindig az identitás felől történik a két város, illetve tájegység identitása, önazonossága teljesen különböző, és talán ebből erednek a legnagyobb problémák. Nézzük először azért a labdarúgás történetének párhuzamait a két városban. Mindkét városban az első, illetve a második világháború között jelent meg a labdarúgás, a Debrecenben egy kicsit sikeresebben, hiszen a Bocskai egy olyan szupergrup volt, ami megnehezítette a budapesti csapatok dolgát is. A második világháború után jellemzően jelentek meg vidéken is a nagy fellegvárak, így a Nyíregyháza, illetve a Debrecen is. Ekkor kaptak komolyabb súlyt a magyar labdarúgás történetében. Aki ismeri a két város, illetve tájegység labdarúgását, az tudhatja, hogy a második világháború után sokkal sikeresebb volt a Debrecen, többszörös magyar bajnok, de most inkább térjünk vissza a történelmi megközelítéshez. A debreceni identitást, illetve önazonosságot már több videóban is feldolgoztuk Szabolcsal, illetve még a magyar labdarúgás történetét feldolgozó sorozatunkban is ejtettünk róluk egy pár szót. Debrecen egy büszke magyar város. Többször is kimondva, illetve kimondatlanul a magyarság fővárosa volt, jellemzően a török hódoltság idején volt ez jellemző. Talán innen eredeztethető az is, hogy a hajdúságjak magyarabbnak érzik magukat a magyaroknál. Elmesélek ezzel kapcsolatban egy történetet. 1606-ban, amikor a budai pasa tárgyalni akart Bocskaival, akkor megkérte, hogy látogassa már meg őt a budai várban. Bocskai 20 ezer hajdúval jelent meg a budai vár előtt, amitől a törökök nem kicsit összecsinálták magukat, hiszen ő már lejelentette a padisaknak, hogy összesen ennyi magyar nincs már a három része szakadt országban. A hajdúságiakra mindig is jellemző volt, a büszkeség, hiszen egyetemi város, szabad királyi város, a magyarság reprezentálása nagyon sok történelmi időben. Innen eredeztethető az is, hogy sokszor tényleg magyarabbnak érzik magukat a magyaroknál. A hajdúsági önazonosság jellemzői szinte minden debreceni, illetve hajdúsági emberen még a mai napok is felfedezhetőek. Egy kicsit önmaguk magasabb polcra helyezése, illetve a szembenállás a mindenkori fővárossal, ami pont nem Debrecen. Innen erednek a legnagyobb problémák is, hiszen Debrecenben az ország minden részét tekintve sokkal fontosabb a kötődés. Mind a sportban, mind a munkában, mind az oktatásban, vagy az élet más területein is nagyon-nagyon fontos, hogy a vezető annak a közösségnek a tagja legyen. A hajdúsági, illetve debreceni önazonosság megjelenési formái a sportban is felfedezhetőek, amit majd későbbiekben fejtek ki. Nézzük Nyíregyházát, ami egy teljesen más közösség, összesen lehet hasonlítani a hajdúsági önazonossággal. Nyíregyháza lakosságában nagyon komoly szláv beütések is megtalálhatóak. Tudjátok, amiről beszéltünk, a tirpák közösség, ami természetesen nem pejoratív jellemzővel illetem őket, hanem ennek a népcsoportnak ez a neve. Te a szlávokra általában jellemző, Isten igazából egy kicsit mindig kisebbség érzésük van, és úgy érzik, hogy nekik meg kell harcolni ahhoz, hogy a magyar közösség elfogadja őket. Sokkal egyszerűbben oldják meg a problémáikat, és sokkal optimistábbak, sokkal reálisabban tekintenek a saját probléma megoldásukra. Viszont így a közösségük sokkal befogadóbb is, hiszen mint kisebbség elfogadják azt, hogyha valaki kívülről érkezik és segít nekik. Ez természetesen felelhető a munkában, a sportban, illetve az élet bármilyen más területén is. Ennek a kivetülése természetesen a nyíregyházi fociban is megjelenik. Miután túl vagyunk ezen a szociológiai összehasonlításon, nézzük meg, hogy hogyan jelenik meg ez a csapatok labdarúgásában. Természetesen nem biztos, hogy igazam van, ez az összehasonlítás, illetve a két identitás feltérképezése a saját szempontjaim alapján történik meg. A Debrecent én így látom. A debreceni labdarúgás önazonossága a hagyományaikból merítve szerintem a következő. Labdatartás, a kontaktok feltétlen kerülése, a magyarságra az egyébként jellemző volt, hogy észfutballt játszottak. A loki stílus azt gondolom, hogy egy kombinatív, okos játék, és akár sokszor egy kicsit túlszínezve a játékot, labda birtokláson alapul, és természetesen felelhetők itt is a hajdúsági örökségek. Az önmagunk egy kicsit nagyobb polcra helyezése, és a mindenféleképpen labda birtoklás, illetve az én megközelítésem szerint még a labdarúgó problémák egy kicsit színesebb megoldása. Viszont nagyon-nagyon fontos a történelmi hagyományokhoz visszanyúlva, hogy a közösség tagja legyen az, vagy valamilyen kapcsolódása legyen a városhoz, ahhoz az edzőhöz, aki irányítja a játékot. Nyíregyháza labdarúgó stílusa az én megközelítésemben pedig a következő. Egy támadó futball, ami megpróbálja leegyszerűsíteni a játékot, egyszerű megoldásokat alkalmaz, nem színezi túl a játékot, és kontaktokat kereső labdarúgó stílus. Nyíregyházán szerintem nincs akkora jelentősége, hogy helyi kötődésű legyen az, aki a labdarúgást fazonra szabja, a történelmi hagyományokból merítve elfogadják azt, aki kívülről érkezik. Ha egy-két mondatban össze kellene foglalnom a két város labdarúgó stílusának önazonosságának megjelenítődését, akkor azt mondanám, hogy amíg Debrecenben a közösség, a hagyományok, a stílus határozza meg az edzőt, addig Nyíregyházán pont fordítva van. Az edző határozza meg a stílust a befogadó közösség miatt. Amíg Debrecenben vannak olyan játékosok, akik már rendelkeznek ezekkel a debreceni stílusjegyekkel, és a Csaba kívülről érkezik, ezért ez problémákat okozhat, hiszen a Csabának vannak saját elképzelései, ami nem biztos, hogy találkozik a debreceni hagyományokkal, illetve a már megszokott labdarúgó stílussal. És Nyíregyházán ezért lehet sikeres, mert érkezett egy olyan edző, akinek van saját elképzelése, nincs igazán kiforrott nyíregyházi labdarúgó stílus, de mivel az összhang megvan a csapat, a szurkolók, illetve a város között, azt gondolom, hogy amíg ezt Debrecenben nem fogják kiküszöbölni, addig nem lesznek sikeresek. Vagy nekik kell nyíltabbnak, befogadóbbaknak lenni, vagy pedig olyan edzőt kell választani, aki tisztában van a helyi hagyományokkal, illetve a tradicionális debreceni stílussal. És Nyíregyháza addig marad sikeres, amíg ez a befogadó közösség megmarad. És ha tudnátok, hányszor vettem fel ezt a videót, úgyhogy nagyon sok munkám van benne, tudom, hogy ez nem látszik, de ha van ezzel kapcsolatban véleményetek, ha valamikor nagyon fontos lenne, akkor ez most lenne az, hogy leírjátok. Akár debreceniek, akár nyíregyháziak, és természetesen, mint elmondtam, nem nálam van a bölcsek köve, elfogadom mindenki más véleményét, ez csak az enyém volt, amit megosztottam veletek. Hát innentől is hajrá magyar foci, hajrá magyar szurkolók, és hajrá vidéki fellegvárak. Sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!